A legelegánsabb bálok egyike megyében a szekszárdi rotarisoké, már talán létezése óta. Ilyenkor egy kicsit ellazulva szórakoznak, a közjóért önzetlenül folyamatosan tenni akarok. Ilyenkor elmondják a nyilvánosságnak, mivel ment egy kicsit előbbre általuk a szűke pátria, mire lesznek majd büszkék évek múltán, ha 2019-20-ra visszatekintenek. Lezárult egy több évet felelő egészséget támogató nagy projekt, a Balassa János megyei kórház összességében 100 milliós értékben történő támogatásra, amivel a hazai és nemzetközi klubéletben bizony felhívták magukra a figyelmet a szekszárdiak, ami a kapcsolati tőke működésének is köszönhető. Az egészségügy támogatása ezzel, ha úgy tetszik, még nem csengett le. Állandóan van olyan osztály, állandóan van olyan hely, ahova a Rotarynak mindig segíteni kell, és segíteni is fogunk. Ilyen a hospice alapítvány, amit már régebb óta minden évben támogatnak. A 2019-20-as évben egy eddig parlagon heverő, abszolút városképi jelentőségi terület, mondhatni közhasznúvá tételén dolgozik a szekszárdi Rotary Club, ami ha elkészül, Szekszárd egy igen szép természeti környezetben levő szabadidő parkkal gazdagodik majd, 200 cserjét már el is ültettek. Ha a szekszárdi gyermekotthont keressük fel, a rotarisok látványos segítése, jelenléte megkerülhetetlen. A gyerekekkel való karácsonyi találkozás könnyesre sikeredett. A gyermekotthonban 3 pavilont állítottunk fel, ahol a gyermekek tudnak találkozni a hétvégeken esetleg szüleikkel, hozzátartozóikkal, rokonaikkal. Nagy öröm látni azt, hogy szívesen használják. És egy kis visszajelzés, hogy a mostani karácsonyi ajándékozásunk során meg kellett volna szólalniuk a rotaristáknak is, csak fátyolos volt a szeme a csapatnak, és nem tudtunk megszólalni, olyan aranyos és szívhez szóló köszönetet mondtak, és olyan műsor volt. Ami a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek támogatását illeti, 2019-2020-as tanévben 2 középiskolást támogatnak céljaik elérésében. Az első Béla gimnázium földrajz tantárgyban és az ehhez kapcsolódó témakörökben számos országos pályázaton sikeres tanulóját, Herceg Olivért egy laptophoz, illetve egyéb informatikai eszközök vásárlásával segítik. A Csapó Dániel középiskola rendvédelmi osztályában járó Puskás Leticiát pedig abban, hogy mihamarabb jogosítványt és nyelvvizsgabizonyítványt szerezzen. A két fiatalnak a bálon adta át a szekszárdi Rotary Club regnáló elnöke a támogatásokról szóló tanúsítványt. Az összes középiskola megkapta ezt a felhívást, és a beérkező pályázatok közül 2 érdemesítettünk nyertesnek hozni, és ők megfelelő komoly összeggel 2020-ban elősegítjük részint a tehetségük továbbfejlesztését, részint pedig továbbiakban is tudjuk a pályájukat követni. A szekszárdi rotarisok báján a Pécsi és a Bajai Klub képviselője most is természetesen megjelent. A Bajáról érkező vendég magasrangú volt, hiszen éppen az alkormányzó tisztséget tölti be. Volt már közös projektje a 2 egymáshoz közeli klubnak, a vakok és gyengéllátók tájékozódását segítő domborművel, ami Szekszárdon a Béla téren található, a város egy nevezetes területét mutatja be ez. Körülbelül együtt kezdte el a 2 klub, nekünk kicsit nehezebben ment elintézni a hivatali ügyintézést, ezért mi egy kicsit később adtuk át, de igazából úgy gondolom, hogy együtt jönnek. Ha jön egy jó ötlet, akkor azt én azt mondom, a Rotaryn belül nem szégyen ellopni. Idézőjelbe téve ezt az ellopnit, át kell hozni, adaptálni kell a megfelelő körülményekre, és akkor utána ebből igen jó projekteket ki lehet alakítani. A Rotary Világszövetség prioritásként 2020-ra valamennyi klub számára a klubtagok családtagjainak megnyerését, a jótékonysági mozgalomba való bevonását jelölte meg.